A Kolozs megyei ifjúsági fórum szervezett gyereknapi majálist a kolozsvári Kolina Parkban. A programok egyaránt szóltak kicsiknek és nagyoknak, népzene és könnyű zene kedvelőknek. Kolozsvári és környékbeli lakosok lepték el ma a Kolina Parkot. A Kolozs megyei ifjúsági fórum, a KIFOR, itt szervezte ugyanis a kolozsvári majálist. A rendezvény megtévesztő neve ellenére június első napján, azaz gyereknapon. Az érdeklődők kézműves foglalkozásokon, ügyességi gyakorlatokon, lovas programokon, illetve népzenei és könnyű zenei koncerteken vehettek részt. Egy hét közepére esik ugye a június elsője, és akkor szerettünk volna egy kicsit a szülőknek is segíteni abban, hogy milyen programokra lehet elvinni a gyereket hét közepén. Hozzátette, a korlátozások feloldása után túltelítődött az eseménynaptár, így hosszasabb előkészületre volt szükség. A rendezvény nagyon nagy érdeklődést váltott ki, több mint 2000 résztvevőre számíthattak a szervezők. Számunkra fontos, hogy a kolozsvár és a Kolozs megyei fiataloknak, családoknak valamilyen értékteremtő programot biztosítsunk. Nagy hagyománya van már a majálisnak, és ez egy olyan találkozási pont mindenki számára, ahol nagyon sok ismerős, barát, tánccsoport, ifjúsági szervezet találkozik egyaránt. Így azt gondoljuk, hogy ez a tavasznak egy olyan színfoltja, ahol egy kicsit többet tudunk adni a közösségnek, és ezért számunkra ez egy nagyon fontos esemény. A kolozsvári majálist 2008 óta szervezik meg, egyre színesebb és változatosabb program kínálattal, a gyermek és a felnőtt résztvevők száma is évről évre gyarapodik.